Hello, sziasztok! Remélem, jól vagytok. Ma van a születésnapom! És így csinálok nektek egy új videót, francia leckét, hogy hogy kell boldog születésnapot kívánni valakinek Franciaországban. De azelőtt mindenkit, aki követett a TikTokon a bolond ilyen kalandjaimon Magyarországon, nagyon szépen köszönöm! Mert tudom, hogy nem volt semmiféle nyelvlecke benne, így nem is akartam ide kirakni a YouTube-re, de legalább azok, akik kíváncsi voltak és meg akarták nézni, meg tudták nézni. Ha téged is érdekel, itt van a TikTok profilom, és lent a videó alatt kiraktam a linkeket a TikTok videókra, amiket így felraktam Magyarországon, így legalább, ha nagyon kíváncsiak vagytok, megnézhetitek. Úgy döntöttem ezen a fantasztikus napon, hogy több videókat fogok feltölteni a YouTube-re, lesznek még mindig ilyen ingyenes videók, ilyen ingyenes rövid francia leckék, de lesznek hosszabb francia leckék is, amikben egy kicsit több tartalom lesz, és azokat csak azok az emberek fogják látni, akik feliratkoznak úgy a csatornámra, hogy ez egy fizetős feliratkozás. Úgyhogy aki akarja, csinálja, aki nem, semmi gond. Még mindig lesznek ingyenes francia leckék. Ugyanis már körülbelül 14 éve csinálok ingyen videókat, és itt YouTube-on körülbelül én vagyok az egyetlen, aki nem csinál így a videókban ilyen mindenféle dolgokat, hogy eladjak nektek mindenféle krémeket, itt mit tudom én mindent, és így én nekem nincs semmi jövedelmem, és mivel 2019 óta, amióta elkezdték ezt a sok izét a világon, azóta én nem dolgozom, így elég necces a dolog, úgyhogy azért döntöttem így. Így, ha akartok egy kicsit támogatni, meg tudjátok csinálni. És nagyon szépen meg is köszönöm. Azért is kezdtem el tanulni, mint francia tanár. Most hivatalos francia tanár vagyok. Egy nagyon szép új diplomával, mivel sikerült, és azért kezdtem el tanulni, mivel nem dolgoztam. De ez a tanulás is elég nehéz volt. De most már megvan. Úgyhogy úgy is döntöttem, hogy majd fogok csinálni Zoom-on keresztül ilyen magán leckéket, nem csak magán, hanem ilyen kis csoportokban is, de azokat majd még megbeszéljük, mert még nem tudom pontosan, hogy hogy fogom csinálni, de erről majd később fogok nektek beszélni, amikor biztos lesz a dolog. És most jön az új francia lecke. Hogy kell mondani valakinek, hogy boldog születésnapot kívánok? Hát, joyeux anniversaire. Joyeux, az a boldog, anniversaire, az a születésnap. Joyeux anniversaire, boldog születésnapot. Röviden lehet azt is mondani, hogy joyeux anif. Joyeux anif. Anif, az a anniversaire-nak a rövidítése. Joyeux anif. És mivel Magyarországon a boltokba voltam mostanában, és gondoltam, hogy lehet, hogy kéne csinálni egy olyan leckét, ahol a mindennapi ilyen boltba járási dolgokat meg fogjuk beszélni. Mint például bejárat, azaz entrée. Entrée. Az entrée, az az étterembe is az előétel. Entrée. Az a bejárat. Nyitva, az a ouvert. Ouvert. Entrée, c'est ouvert. Entrée, gyertek be, vagy jöjjön be, c'est ouvert. Nyitva van. Entrée, c'est ouvert. Nous sommes ouverts. Nyitva vagyunk. Nous sommes, mi vagyunk, ouvert, nyitva. Nous sommes ouverts. Sortie, az a kijárat. Sortie. Sortie. Zárva. Fermé. 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 Désolé, nous sommes fermés. Bocs, zárva vagyunk. Désolé, bocs, elnézést. Nous sommes fermés. Zárva vagyunk. Désolé, nous sommes fermés. Húzni. Tiré. 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 Tolni. Poussé. 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 Nyitva tartás. Horaire d'ouverture. Horaire d'ouverture. Horaire d'ouverture. Vagy heure d'ouverture. Heure d'ouverture.
heure d'ouverture. Hétvégén zárva, fermé le week-end. Vagy fermé en fin de semaine. Fin, az a vége, de semaine, az a hét. Szóval a hétnek a végén zárva. Fermé en fin de semaine. Fin de semaine. Hétvége. Leggyakrabban azt mondjuk, hogy weekend, mint angolul. Quand c'est férié, c'est fermé, amikor ünnepnap van, zárva van. Quand, amikor, c'est férié, férié, azaz ünnepnap. Szóval, amikor ünnepnap van, c'est fermé, zárva van. Samedi, dimanche et jour férié, szóval szombat, vasárnap és ünnepnap. A nyugta, az a quittance, vagy reçu. Kutyát behozni tilos, franciául nem bonyolítják annyira, csak azt mondják, hogy interdit au chien. Interdit, tilos, au chien, a kutyáknak. Interdit au chien. Remélem, hogy tetszett nektek ez az új francia lecke, és nem sokára találkozunk egy másik videóban. Sziasztok! Nézzétek ezeket a szép virágokat!